A női NB2-es bajnokság nyugati csoportjában már az utolsó előtti fordulóban eldőlt, hogy a MOL-Fehérvár FC női labdarúgó csapata bajnokként zárja az idei kiírást. A szombati Csepel elleni 3-1-es győzelem azt jelentette, hogy a lányok 5 pontos behozhatatlan előnyre tettek szert az üldözőkkel szemben, és hazai pályán ünnepelhették a bajnoki címet. Esélyesek voltunk, mondjuk azt, mint egy elvárás lett volna az, hogy mindenképpen mondjuk megnyerjük és feljussunk. Szezon közben viszont láttuk az erőviszonyokat, meg azért nagyon szezon előtt is lehetett látni, hogy az esélyesek közé fogunk tartozni. Gajdóczi Tibor kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy mennyiben járultak hozzá az egyéni teljesítmények, valamint a csapategység a bajnoki címhez. Kellett hozzá mindegyik, kellett hozzá a csapat közösség, a csapat teljesítménye, kellettek hozzá az egyéni teljesítmények, hogy a fordulópontoknál magunk javára tudjuk eldönteni a mérkőzést, úgyhogy ez összességében adta ezt az eredményt szerintem. A vezetőedző azt is elárulta, hogy az elsődleges cél az NB1-es tagság megtartása lesz a következő szezonban, amely során változások várhatóak a korábbi évek gyakorlatához képest. Azt tudni kell, hogy 8 csapatról 12 csapatos a bővül, ugye az NB1, ebből van a bővítés. Ott azért rajtunk kívül lesz másik 3 hasonló csapat, aki velünk együtt jut most föl jelen pillanatban az NB1-be. Jelen állás szerint a nyugati csoportból a Szekszárda, a keletiből pedig a Szeged és az Újpest jut még fel az első osztályba. A Vidi női csapatára az utolsó fordulóban a Zalaegerszegvár idegenben, aztán a jól megérdemelt pihenés következik, majd júniusban indul a felkészülés immár az NB1-es szezonra.